A keresztény civil szervezetek 9. országos fórumát rendezték meg a parlament felsőházi termében. Köszöntőjében Harag Péter, a Magyar Keresztény Demokrata Szövetség elnöke, frakcióvezető, a többi között elmondta, hogy a keresztény értékrend társadalmi képviseletekor kiemelkedően fontos az, hogy a magyar emberek érdekében az egyházaknak, a keresztény civil világnak és a keresztény politikai erőknek együtt kell működniük. A keresztény értékrend társadalmi képviseletének három szintje van. Maguk az egyházak, a keresztény civil világ, és a keresztény politika is. Mindegyik a saját eszközeivel dolgozik. Hozzáfűzte, hogy ma Magyarországon van olyan politikai erő, amelyik hitelesen képviseli a társadalom előtt a keresztény politikai értékrendet. Ugyanakkor Európában és Magyarországon egyaránt vannak olyan politikai erők, amelyek távol állnak a keresztény értékrendtől, annak egyes elemeit támadják, és azzal ellentétes álláspontot képviselnek. Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ma Magyarországon van olyan politikai erő, amelyik hitelesen képviseli a keresztény értékrendet. Az eseményen Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a jó állam az egyének, a közösségek és a vállalkozások igényeit egyszerre szintetizálja. A kormány programban leszögeztük, hogy helyre fogjuk állítani a magyar állam tekintélyét, a közigazgatás rendszerét az észszerűség útjára tereljük, és újra a közjó szolgálatába állítjuk. A közjó, a bonum commune egy abszolút középkori, akár kánonjogból is ismerős fogalom lehet, a közösségünknek a joga, és talán úgy tudjuk megfogalmazni, hogy mi a közjó és mi az a jó állam, ami felé mi el akarunk indulni. Az az egyéneknek, a közösségeknek és a vállalkozásoknak az igényeinek a közös, egyszeri, együttes kielégítése. A rendezvényen részt vett Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár is, aki beszédében utalta arra, hogy az oktatáson keresztül elsősorban Magyarország és a családok jólétét és felemelkedését akarják szolgálni, illetve valódi esélyt szeretnének adni minden gyermeknek, hogy felnőttként hasznos tagjává váljon annak a közösségnek, ahol él. És néhány év alatt valóban elmondhatjuk azt, hogy igen, Záhonytól Nagykanizsáig biztos lehet abban a gyerek, hogyha őt oda hozta a gólya, akkor is meg fogja tanulni azt, hogy mi történt itt 1956-ban, és nem úgy megy ki az iskolából, hogy fogalma sincs róla, mert nem tanították neki. Sorolhatnám azokat az anomáliákat, amelyeket a korábbi oktatási rendszer produkált. Persze nehéz az átállás. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a fórumon kihangsúlyozta, hogy még soha ilyen korán nem hirdették meg a pályázatokat. A pályázati eredményhirdetés január közepére várható, és március közepéig át is tudják utalni a támogatásokat előfinanszírozás esetén. Végre 2014-ben tehát úgy vághatnak bele a civil szervezetek szakmai programjaikba, úgy tudják működésüket folytatni, hogy már az első negyed év végén nem csupán tisztában lesznek azzal, hogy az állam mennyiben és hogyan tudja segíteni őket ezen programjaik megvalósításában, hanem a források már ott is lesznek náluk. Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár a családpolitikai és szociálpolitikai eredményekről tartott beszámolót. Ezek az intézkedések, amelyeket még azért sorolni lehetne sok-sok területen, mind-mind azt célozzák, hogy a családoknak a megerősítése az nemzetpolitikai kérdés, a nemzetkérdés alapjának a kérdése. Ez nem egy önző keresztény felfogás, hogy na most nekünk csak ez a fontos. Ez nem csak a kormánynak, hogy na most akkor bebizonyítsuk, hogy ez enélkül nem érünk el sikert, hanem egyszerűen mindenkinek az érdeke. Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő az együvé tartozás politikájáról tartott előadást a résztvevőknek. Azt kell mondjam, hogy Európa nem fog tudni szembenézni és kezelni azokat a kihívásokat, melyeket felállít elénk Ázsia, Amerika, Dél-Amerika már, legyen ez gazdasági, szociális, társadalmi, bármilyen, ha nem tudjuk kezelni és megoldani
a kisebbségi kérdéseket, a nemzeti kisebbségi kérdéseket Európába. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy ma különösen felértékelődik az egyház szerepe, akkor, amikor Európa szellemi válságban van és lelki kohézió nélkül maradt. Hölvényi György szerint az egyházakat és a kormányzatot egy cél vezéli, hazánk felemelkedése lelki, szellemi és anyagi téren. Az egyházaknak az önállóságának nem csak deklaratív jogi alapon való megteremtése, hanem valóban egyfajta olyan függetlenség felé, anyagi függetlenség felé való elmozdítása, ami az egyházak és a vallásszabadság nevébe méltó és üdvös. A Barankovics Alapítvány által támogatott konferencia zárásaként Gál Gergely országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Ifjúsági Szövetség elnöke az Új Nemzedék a politikában címmel tartott előadást. Bizony, nem elég, hogyha csak szemlélői vagyunk a politikának, a közéletnek, hanem nekünk magunknak is tevékenyen részt kell vennünk benne, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor mások fogják helyettünk irányítani azt az országot, amelyben mi élünk, és amely egyébként a mi hazánk, és amelytől a mi jövőnk is függ.